A jelenleg is 24%-os hazai inflációból hány százalék írható az orosz-ukrán háború és annak mindenféle gazdasági következménye számlájára, és mennyi az Orbán kormány elégtelen gazdaságpolitikájának a számlájára? Fogadjuk el azt, amit a miniszterelnök mondott ezúttal, hogy a fele az inflációnak kívülről jön. Tehát mondjuk a 26-nak a fele kívülről jön. Ez 13%, ez is azért 13%, mert nem kéne, hogy energiában ilyen függőségben legyünk, és ilyen alacsony legyen a megújulók. Javult nagyon a megújulók aránya, de lehetne jobb. Tehát, és lehetett volna sokkal energiatakarékosabb gazdaságpolitikát folytatni. Akkor maradt 13. A 13-ból mondjuk azt, hogy 3% az a normál árstabilitásnak tekinthető infláció. A 13 és a 3 különbsége az 10. Ez a magyar gazdaságpolitika terméke.